hát a média, a magyar médiáknak, hát nagyon sok szeretettel üdvözlöm önöket is, és itt hálás köszönet a polgármester úrnak és az elnökasszonynak és a munkatársaiknak azért, hogy egy ilyen kellemes és baráti fogadtatásban részesítettek ma bennünket. Sok témákban, sok területet foglalkozik a maga a titkárság is, és ugyanakkor muszáj volt ezeket behatárolni bizonyos keretek közé. Így aztán az első találkozás alkalmával elsősorban oktatási kérdésekkel foglalkoztunk. Itt is elsősorban az iskolaszékek kérdésével, és azzal hát a gyakorlatban felmerülő gondokkal, amit a több nemzetiségű ugye lakosság és a több nemzetiségű oktatási rendszer jelent Szabadka város számára. És itt megállapodtunk abban, hogy ezeket a gyakorlati problémákat a legkézenfekvőbb megbeszélések, tárgyalások útján rendezni, mert úgy gondoljuk, hogy azáltal eljuthatunk egy gyors, kompromisszumos megoldása, amely mindannyiunk számára elfogadható lesz, és ebben támogatásáról biztosítottam a polgármestert és elnökasszonyt a tartományi kormány és a tartományi titkárság részéről is. Ugyanakkor szó volt még a hivatalos nyelvhasználati kérdés, és amelyben ki kell fejtenem azt, hogy Szabadka ezen a területen valóban élenjáró, és sok esetben innen erednek bizonyos ötletek, amelyek utána meghonosodtak más községekben is. A tartomány részéről Szabadkának ezeket az Szabadka igyekezetét megpróbáljuk honorálni pénzeszközökkel, a pályázatunkon való részvételen keresztül, és reményeink szerint a jövő évben a költségvetési keretet majd sikerül növelni, és ezáltal jelentősebb összegekhez juttathatjuk Szabadkát és a többi önkormányzatot is. Hát röviden eljött. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.